A legkisebb 3-5 éves korosztálya úgy lehet a leginkább megszerettetni a színházat, ha valaki elvarázsolja őket egy-egy előadás alkalmával. Ez Pregicer Fruzsinának, a Kukucs című darab rendezőjének hitvallása. Mindezt úgy, hogy játékosan irányítják őket. Ezt a szerepet a fiatal Tar Dániel tölti majd be. Kérges kezét a térdre ejtvén, merengne a holdas estén. Úgy várná be szépen ülve, hogy a földőt megkerülje. Dani ehhez zenei támogatást is kap majd. Olajos Gábor nem csak kiváló zenész, kiváló színházi ember is, aki alázattal és tisztelettel áll a próba folyamatokhoz, megspékelve egy nagy adag kreativitással és pedagógusi módszertannal. Szomorú hétfő kedveskedj, szerdán sose kedveskedj, csütörtökre péntek jön, szombaton örvenj, pénzed jön, vasárnapig ad kölcsön. Ők lesznek a Kukucs című zenés interaktív gyermekműsor főszereplői. Amikor írnom kellett néhány mondatot ezzel kapcsolatban, azt fogalmaztam meg, hogy mit jelent az, hogy kukucs, hogy rácsodálkozunk valamire, felfedezünk valamit. Nagyon régen, a 60-as években kevés tudományos televíziós műsor volt, de hadd emlékezzem meg a Kukkantó című televíziós műsorról, ahol nagyon szerettem gyerekként, már vártam azt a kis felvezető animációt, amivel kezdődött az egész, és különböző tudományos felfedezésről tartottak beszámolót. Tulajdonképpen csodálkozzanak rá a gyerekek a világra, a különböző jelenségekre. Nem akarunk túl bonyolítani, nem akarjuk agyon tanítani a gyerekeket. A játékosságot pedig a klasszikus magyar írók, gyerekek által is jól ismert művei alapozzák majd meg. Csíkszentmihályi Mihály és Vekeri Tamás sorait olvasgattam, mielőtt szándék szerint hozzányúlt a Móra Ferenchez, Vörös Sándorhoz, Kányádi Sándorhoz, a Sándorokhoz. És hát reménykedem, hogy nem lesz újdonság, de az lesz az újdonság, hogy klasszikus szerzőket fűzünk össze, és azokat használjuk fel, mint varázslat. Egy bérletszerű előadás sorozat első előadása lesz a Kukucs, amelyet a Szindbád rendezvényteremben mutatnak majd be a kisközönségnek november 8-án. A klasszikus színházi formától abban is eltérnek, hogy a gyerekek színes párnákon a földön ülnek majd. Az előadást a színház benevezte a Lázár Ervin programba is, így ha azt elfogadják, jelentősen megnőhet az előadások száma, és még több gyermeket indíthatnak el azon az úton, hogy felnőtt korukra rendszeres, tapasztalt színházlátogatóvá váljanak.